Egyszerűen csak szabadságot. Szeretem csinálni. Ez az életem része. Bíró Attila így fogalmazta meg, hogy mit ad neki a futás. Családi házuk nappaliában érmek és oklevelek sokasága tanúskodik arról, hogy számos versenyt teljesített sikeresen. Első maratonját több mint 23 éve futotta le. A tavalyi Spartatlon kiemelkedik az eddigi eredmények közül. Az Athén és Sparta közötti 246 kilométeres távot 36 óra alatt kell teljesíteni. Mindez szeptember végén 30 fok körüli melegben. Erre eddig Szlovákiából csak heten voltak képesek, akik közül négyen magyarok. Athénból kifele körülbelül 10 kilométert kétszer-három sávos úton futunk, majd végig tengerparton futunk, hát nincs sík része magának a versenynek, és a verseny derekán kétharmadánál éjszaka hajnalban pedig körülbelül 200 méter szintről 1060 méter szintre kell felkapaszkodni, nem egész 10 kilométeren belül. A vége már egy Via Ferrata jellegű útvonal, ahol szikráról szikráról négy kézláb mászunk, és a verseny ikonikus része maga a Korintoszi csatorna még, ami a 80. kilométernél található. Ultrafutáson jellemző, hogy akár több holdpont is jelentkezik. Én most nagyon szerencsésnek mondhatom magam, mert a verseny során végig a toppon voltam, és egyszerűen nem volt holdpont. A Spartatlon felidézése után a sportember további emlékezetes versenyeket elevenített fel, köztük a magyarországi kékes csúcsfutást. A verseny 11 kilométerre mindvégig felfelé tart, míg nem elérjük a Csonka Magyarország tetejét. Kegyetlen, de nagyon szép verseny. A Balaton Supermaraton egyik kedvenc versenyem volt, ahol a Balaton négy nap alatt kerüljük meg, naponta 50 kilométer a penzum átlagosan. Itt a család kísért minden alkalommal. Lányom Eszter és Emese feleségem Renáta, ők frissítettek, majd később hosszabb versenyeken is ezt a frissítési stratégiát tökélyre fejlesztettük. Öt Ironman-t teljesítettem sportpályafutásom során, ezek mindegyikét Nagyatádon, és jellemző itt is augusztusban, hogy 33 fok van árnyékban, és mindig a családdal készültek a befutóképek. Viszont Covid alatt az Ironman-t felváltotta a kladnói 24 órás cseh országos ultrafutó bajnokság. Idén sikerült itt 205 és fél kilométert futnom, ami a Spartatlon előtt nagyon nagy megelégedettséggel és önbizalommal töltött el. A nehéz versenyek teljesítéséhez fizikai és mentális felkészülésre egyaránt szükség van. A sikerhez utóbbi legalább olyan fontos, mint a sok futás. Az edzéshez jó ideje megvannak a kedvenc útvonalak. Leginkább Lúcs felé szeretek kifutni Dunaszerdahelyről, az az Etrekarcsa, a Kulcsárkarcsa rész, mert ott a legkisebb a forgalom, és ott imádok futni. Az idei első kihívás egy 24 órás futóverseny lesz Helsinkiben. Finnország fővárosában Bíró Attila több régi szlovák rekordot is szeretne megdönteni, majd ezután következnek a további versenyek.